Köszöntöm a hétfesti stúdió nézőit. Az eldobogó rencs vagy eldobogó lovasudvar már jó néhány éve létezik itt Felsős és Veszprém között. Tulajdonosa Csontó Zoltán, valamikori vadászrepülő, miután levetette a szkafandert, itt lenn a földön keresett magának elfoglaltságot, nem is akármilyent. Vett egy méretéhez illő jókora sportlovat magának, aminek Lavinia volt a neve. Képletesen szólva ő volt az ősanyja a mostani lovasudvarnak, ahol az azóta eltelt 3 évtizedben lovak tucatjai vagy inkább százai fordultak meg, leginkább bértartásban, a házigazda féltő szeretetét élvezve csak úgy, mint gazdáik, akiket mindig színes szakmai programok vártak. A lovak szeretete mellett volt azonban más is, ami megalapozta az itteni rencs hitelét, mégpedig a szakmai érdeklődés. Persze sajnos jó néhány éve nem olvashatják már rajongói az akkori Magyarország egyetlen lovas magazinját, a Lovas Életet, amit szintén Csontó Zoltán adott ki. Emlékszem, az újságot előállító stáb Gödöllő mellett Domonyvölgyben, a Lázár-féle lovasudvarban ünnepelt az újság 5. születésnapját. Nekem is szerencsém volt akkoriban szakmai videók elkészítésével, sőt egy havonta jelentkező televíziós lovas magazinnal, a Lovas Élet héthatáronnal részt venni ebben az izgalmas szakmai munkában. Egy idő után Csontó Zoltán érdeklődése a western lovaglás felé fordult. Versenyeken vett részt és többször is találkozott Pat Parelivel, a természetes lóidomítás, vagyis a natural horsemanship egyik pápájával, de ez már egy másik történet. Azért még zárójelben megjegyeznénk annyit, hogy Pat Parelli 3-szor nyerte meg az amerikai western lovas bajnokságot összérrel. Bizonyítva ezzel, hogy nem a lovon, pláne nem a ló fajtáján, hanem a ló és a lovas kapcsolatán egymás gondolkodás módjának a megértésén múlik az együtt elért eredmény. Most a jelek szerint újabb fejezet kezdődött Zoltán életében, ugyanis a lovasokat az utóbbi időben az úgynevezett organikus pedagógia eszközeivel tanítja, mégpedig akár kisgyermekeket is, 3 éves koruktól. Pillantsunk most be együtt a kulisszák mögé, egy nyílt napjuk alkalmával. Ezen a rencsen látszol minden olyan, mint a többi. Mégis mi a különlegessége? Mi folyik itt? Gyakorlatilag lótenyésztés, lókiképzés és lovasoktatás, de más ideológia mentén. Én fejlődött fejjel kezdtem el lovagolni, és nem a tradíciót követtem, hanem saját fejem után alakítottam ki a dolgokat. Ez sok kínlódással járt, nem? Hát sok munkával járt, és sok próbálkozással és kudarcokkal is járt. Tehát láttam azt, hogy a lónak az életere az nem a box, nem a 10 négyzetméter, és ezért szabadon kezdtem el tartani a lovakat. Ez az egyik, ami itt másképp néz ki. Tehát gyakorlatilag istálló nem nagyon van, vannak boxok, de azok is üresek általában, rövid időre tesszük csak be a lovat. Ez az egyik lényeges dolog. A másik az, hogy lovasokat képzek, lovasokat tanítok, egyrészt lovagolni, másrészt pedig a lóval kommunikálni, a lóval a kapcsolatot kialakítani. És a harmadrészt pedig a tanításon túl benne van az öröm, az élvezet is, az, hogy itt vagyunk a természetben, a terep szélén, tehát az erdőnek a szélén vagyunk konkrétan, nagyon jó tereplovaglási lehetőségek vannak, és ez felüdülést, rekreációt jelent a gyerekeknek is, és a felnőtteknek is. Ön korábban sokat foglalkozott a Parelli módszerrel, ami itt folyik, az tulajdonképpen ott kezdődött, abból alakult ki? Ez így van, ma is a Parelli módszerrel idomítom a lovakat, és ezt tanítom a lovasoknak is. Ami különbség van, illetve ami saját fejlesztés az, hogy ennek a tanítása, hogy hogyan tanítom, gyakorlatilag a Parelli módszer a lókiképzésről szól, én pedig a lovas oktatásba fektettem most sok energiát és sok figyelmet, abba fejlődtem, tehát ahogy a természetes lóidomítás elveit betartva, hogyan tanítjuk a lovasokat lovagolni, illetve a lóval a kapcsolatot kialakítani, erről szól az eldobogó lovas iskolának a munkája. Most van itt némi innováció is, láttam egy oklevelet az étkezőben, abban az organikus pedagógia elterjesztését vagy terjesztését kaptak elismerést. Mi ez tulajdonképpen? Tulajdonképpen az organikus pedagógia egy, lehet azt, hogy egy új irányzat, egy régi új irányzat, mert ez is 100 éves múltra tekint vissza. Az organikus pedagógia lényege, hogy a
nem feltétlenül az értelmi intelligenciát, hanem az érzelmi intelligenciát kell fejleszteni a gyerekekben, és az élményen, tapasztaláson keresztül tanulnak. És ez történik itt a lovardában, az élményen és tapasztaláson keresztül tanítjuk a gyerekeket, és ezáltal fejlődik a személyiségük. És az Organikus Pedagógiai Egyesület felfigyelte a munkásságunkra, és ennek kapcsán organikus oázissá minősített minket, mert mi azt csináljuk már eleve, mint amit ők tanítanak a főiskolán is, és így kölcsönösen erősítjük egymást. Tehát mondhatom azt, hogy ösztönösen elkezdtem organikus szemlélettel foglalkozni a gyerekekkel, illetve tanítani őket, miközben párhuzamosan ezt megtanítják a főiskolán, és én is rácsodálkoztam, hogy ez olyan, mint amit mi csinálunk, csak én nekem azért volt jó, mert megkaptam egy elméleti hátteret hozzá, hogy miért jó az, ahogy mit csináljuk, és természetesen új dolgokat is tanultam benne, és azokat is bevezettük a lovas oktatásba. Mikor jött el a nagy találkozás pillanata? Tehát hogyan találkozott az organikus pedagógiával? Hát ebbe a nők szerepe benne van. A feleségem iratkozott be az Apor Vilmos Katolikus Egyetemen az organikus pedagógia képzésre, és mivel Covid időszak volt, online történt az oktatás, így sok mindent együtt néztünk, együtt hallgattunk, és a szakirodalmat is én is elolvastam, és így kerültünk kapcsolatba gyakorlatilag, és az Uzsalini Pécsi Rita neveléskutatónak az erénye az, hogy ez az egész működik, és az ő férjével előadások után beszélgettünk, és mint kiderült, ő is lovas ember, és ráadásul olyan embertől tanulta, akit én tanítottam. Tehát rálátása volt arra, hogy én mit csinálok, és utána több személyes találkozás után kiderült, hogy hát ez az, amit én csinálok, amit ők tanítanak. Vagyis mindennel összefügg, ahogy az életben szokott lenni. Mégis ennek az organikus pedagógiának mi a leglényege? Tehát hogyan lehet megragadni? És még egy kérdés, hogy ezt használják-e már máshol is lovas kiképzésre? Lovas kiképzésre nem használják máshol, tehát én elkezdtem oktatni lovas oktatókat, és folyamatosan oktatom és hirdetem is az oktatásaimat is, hogy más is ezzel a szemlélettel foglalkozzon a lovasokkal, mert sokan jönnek ide nyáron lovagolni, mivel Balaton felvidéken vagyunk, és sok nyaraló tulajdonos kiköt itt nálam, és szezon végén azt mondják, hogy hú, de jó volt ez itt, hazamegyünk, akkor hol tudnám ezt folytatni így? És nem tudják így folytatni. Adtam először címeket, akikről azt gondoltam, hogy úgy foglalkoznak a lóval, mint én, de visszajöttek, hogy hát ez nem az. Na most, hogy mi ebbe az organikus pedagógia? Tehát egyrészt, mint mondtam, hogy az érzelmi intelligencia fejlesztésével foglalkozunk, de ez is egy véletlenül jött, hogy észrevettük, hogy mit fejlődnek a gyerekek azáltal, hogy mit csináljuk. Tehát már 3 éves korban elkezdjük tanítani, illetve elkezdünk foglalkozni a gyerekekkel, és nem a lovaglás tanítás a cél ebben az esetben, hanem az, hogy a lovat felhasználva a gyerekeket mozgatjuk, felmásznak, lemásznak, lóháton kapnak feladatokat, énekelnek, tapsolnak, kacagnak, tehát jól érzik magukat, és olyan mozgás igényüket elégítjük ki, amit egyébként ma már otthon nem kapnak meg, egyrészt a mobilizáció miatt, autóval járnak mindenhova, másrészt pedig a képernyő miatt, a gyerekek is megkapják a képernyőt nagyon korán, a szülőnek az elfoglaltsága miatt, meg talán a hozzáértése miatt sem foglalkozik a gyerekkel eleget, pedig csak mesélni, énekelni kellene vele, és ezek nem történnek meg, és mi ezt a lovakon keresztül adjuk meg, illetve igyekszünk pótolni azt, amit otthon a gyerek nem kap meg. Nem beszélve a mentális fejlődésről, vagy hatásokról, ugye, mert a ló közelség eleve megnyugtatólag hathat az emberre, még gyerekre is általában, és nem csak terápiával lehet alkalmazni ezt, hanem a hétköznapi életben is jó, ha van.
Itt a Zolinál is tanultam, meg máshol is alapból ezt a természetes lókiképzést. Versenyeztem is, tehát lovak körül mozgó gyerekeket oktatok, és logopédus vagyok immáron 3 éve, és tapasztaltam azt, hogy amikor egy gyermek bekerül egy fejlesztésre, akkor az nagyon hosszú, nagyon monoton, akár 4-5 évig is eltelt, mire egy beszédhang kialakul, mire tiszta lesz a beszéd, mire a nyelvi zavarok kiegyenlítődnek, ezért gondoltam azt, hogy összevetem ezt a kettőt, és hát nagyon jól is tettem, mert egy nagyon jó dolgot kaptam, a lóasszisztált logopédiát, ami azt jelenti, hogy a tanteremben végzett feladatokat integráljuk ilyen organikus környezetbe a lovak társaságába, tehát a lóval földön is dolgozunk, és a ló hátán is. Hát ez így van, ugye, hogy lovas terápiát használják a sérült embereknek a gyógyítására, és itt szó van a fizikailag és mentálisan és érzelmileg sérült emberek gyógyítására is. Ezt hívják lovasterápiának. Mi hasonlót csinálunk, csak az egészséges emberekkel. Tehát nyilvánvalóan, ha a sérülteken ez segít, akkor az egészségeseknek is segíteni fog. Mi a nap tanulsága? Tehát ugye most lezajlott egy nyílt nap, hogy érdemes volt ezt megkockáztatni, vagy azért fenntartásokkal kell kezelni az ilyen rendezvényeket? Hát megkockáztatni érdemes volt, igen, tehát mint mondtam, hogy kinyitottuk a kapuinkat, és igazából a szülők se tudták, hogy mit csinálunk mit, csak látják a gyerekeken a változást. Itt a pici gyerektől a kamaszokig mindenkinél kifejti a pozitív hatását a lóval való foglalkozás. Egyrészt, másrészt pedig szakmai érdeklődők is eljöttek, és ők is meglátták, hogy ezt másképp is lehet csinálni, és nem csak úgy, ahogy az a hagyományokba berögződött klasszikus lovas iskola, hanem egy teljesen más módszert alkalmazva más célközönséget meg lehet ezzel fogni. Az embernek az a gondot a támad, hogy ez egy nagyon jó kis oázisnak tűnik, ugye, organikus oázisnak, de lehetne ebből több is az országban, hogy mi lenne ennek a feltétele, hogy több legyen akár? Hát a feltétele az, hogy hasonlóképpen azt csinálják, mint ahogy én, tehát tartsák a lovakat szabadon, használják a természetes lóidomítás a lovak képzésébe, és ezt tanítsák, azaz így módon tanítsák, tanulják meg az organikus pedagógiának a fortéjait, ami nem egy egetverő dolog, tehát azt kell, hogy mondjam, az is teljesen természetes. Tehát könnyű dolog ez az organikus pedagógia. Szinte belülről jön, ugye? Pontosan így van, ez belülről jön. Tehát belőlem is, illetve a munkatársaimból is ez úgy fakadt, hogy úgy gondoltuk, hogy ez így lenne jó, ezt így kellene csinálni, és ennek láttuk meg a pozitív hatásait. Tehát, hogyha valaki ezzel akar foglalkozni, akkor jelentkezzen nálam, Eldobogó Lovasiskola, és akkor ebbe segíteni fogok, illetve vannak online képzések is, abba be tudnak csatlakozni, tehát nem kell ide feltétlenül eljönni, és meg tudja tanulni, a végén tesz egy vizsgát, és akkor megkapja is az organikus lovarda minősítést, hirdetheti magát, és sok embert boldoggá fog tenni, hogy hurrá, végre ezt másképp is csinálhatjuk.